ad egyet, ugye? Hát az már ilyen fapados gyömszemre volt. Legalábbis fapados, így, tudom, így, mert én támogom, én szponzoráltam. Nem, attól fapados volt egyébként. Szerintem ez sokkal nívósabb körülmények között működik, mint a médiáim. Hát mindenki tudja, hogy évekig nem volt ilyen rendezvény, hát miért hangsúlyodod? Hát azért hangsúlyozom, hogy a kérdés, igen. Milyen? Hát jó, hát egy csomó, nézd, csomó embernek nyakába lehet borulni, egy csomó olyan ember nyakamba borul, aki szeret, egy csomó olyan ember nyakamba borul, aki utál. Tehát jó, nem? És kik azok, akik utálják, és most a nyakába borul? Nem, csak nem gondolt, hogy el fogom neked mondani. Van kedvenc, aminek mondjuk díjat adna szívesen? Hát a Fehér Istennek biztos. A díjat? Hát a Fehér Isten az mindenképpen egy komoly darab, de hát a Nagy Füzet is egy... De én nagyon szerettem az utóéletet, az isteni műszakot. Jó, ez nem szép kérdés, de... Nagyon szerettem egyébként a Feri filmjét, a Senki szigetét, a Fehér Isten után kb. Nem tudtam megszólalni egy ideig. Hú, nagyon keveset láttam, hát fogalmam sincs, ez nagyon, ráadásul még nagyon az elején is vagyunk. Meg hát hál' Istennek az ember eléggé elfoglalt, és ilyenkor esténként színházban van a helyünk. Úgyhogy most ebben nem tudok segíteni, hogy kinek adnám a díjat. A Hőskeresőket a tévéfilm kategóriában láttam, abban is szerepeltem, annak adnék. Ezek mind a gyerekeim, és mi vagy díjakat nem osztunk egyáltalán, jelen pillanatban, csak majd az év végén. Tehát úgy gondolom, hogy ezek mind kemény munkák nekünk, és mindegyiket ugyanúgy szeretjük. Én mindent a török felé de még dolgozni kell, de mint egy első filmhét, amit mi szervezünk, szerintem nagyon sikeres. Lehet ebből hagyomány? Tehát, hogy évről évre ismétlődhet ez a... Majd meglátjuk, hogy mi az, amire szükség van. Beszéltük arról is, hogy úgymond elásták a Csapa Bárdot a filmszakmai... Soha nem ástuk el. Mindig voltak az én, hát elég régóta csinálom ezt a mesterséget. Mindig volt. Ellentábor, ilyen tábor, olyan tábor. Ezt én megszoktam. Nektek új, mert ti mindig úgy, ti úgy nőttetek fel, hogy minden rendben volt, ti már demokráciában nőttetek fel. Tehát én ezt hozzászoktam. Talán régen a közönségfilmnek is volt értéke, vagy a közönségfilm is képviselt művészi értéket. És aztán utána elmentünk abba az irányba, hogy csak kizárólag művészfilmeket gyártottunk, ami meg a nézőnek igazán nem okozott örömet. Most azt gondolom, hogy talán újra van egy pici lehetőség arra, hogy olyan filmeket készítsünk, ami a nézőnek is jól esik, és talán a kritika is elfogadja. Annyi mindent próbálunk tenni ennek érdekében, hogy azért azt lehessen érzékelni, hogy a nézők elkezdenek visszajönni valahogy a magyar filmekre. Tehát megpróbáltuk ezt a kampányt, hogy gyere ülj mellé, van itt egy üres hely, foglalj már helyet, úgyhogy ez talán hat. Mindenbe egyetértek az Ágival. Én azért még messze nem látom, hogy ez a magyar film aranykora lenne. Én azt látom, hogy végre van megint filmhét, végre van filmünnep, vannak filmek, ha nem is annyi, mint amennyit szeretnénk, de azért az is jellemző, hogy nem az egy évnek a termését mutatjuk most be, hanem azért egy picivel több. Így van. De minden esetre nagyon fontos, talán egy gát átszakadt, és akkor talán utat tör magának a magyar film. És hát szerintem a filmszakma feltámadásáról majd akkor beszélhetünk, hogyha ez az a sok film, ami most a dobozban van még, és most még nincs itt bemutatva, mert már tudjuk, hogy elkészültek, igen. És a télen bemutatják őket, és majd úgy tavasszal majd látjuk, hogy mennyien nézik meg ezeket a filmeket. Hát nagyon kemény a menet. Muchas gracias.